Mai rövid összeállításomban az MB3 észak-nyugati csoport 20. fordulójában lejátszott Bicskei Tornaklub 3. kerület TVE bajnoki labdarúgó mérkőzés legszebb, legérdekesebb eseményét foglaltam össze. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A labdarúgó mérkőzésünk után lejátszott Magyarország-Portugália férfi kézilabda mérkőzés győztes csapatának ezúttal én is gratulálok, és kívánok a magyar csapatnak a nyári olimpián sok ehhez hasonló sikereket. A labdarúgó csapatunknak pedig kívánom azt, hogy minden bajnoki labdarúgó mérkőzésen hasonló mentalitással játszolok, mint azt tették a kézilabdásaink. Visszakanyarodva a mi meccsünkre, ígérem azt, hogy az összeállításomban ma is lesznek szép és érdekes jelenetek, sőt, a mérkőzés vége felé mindent egy lapra téve támadott, hogy megszerezze a győztes gólt, és ezáltal vált nagyon izgalmassá a véghajrá. Csapatunk hazai pályán március 17-én fogadta a 2 évvel ezelőtt még MB2-ben szereplő 3. kerület TVE csapatát. Az utóbbi években egymás ellen e mérkőzés előtt már 7-szer találkoztak a felek. A 7 mérkőzésből mindössze 1-szer tudtunk győzelmet felmutatni az előző szezon tavaszi hazai mérkőzésen, amelyen Soron, Gassner és Savanya tudott gólt lőni a vendégek kapujából, amelyre mindössze Török és Barci tudott válaszolni. A jelenlegi tavaszi folytatásban a kerület 1 vereség és 1 döntetlennel, míg csapatunk a Puskás 2 és a Gyirmót elleni 2 győzelemmel rajtolt. Így hát az előjelek inkább javunkra szóltak. Azt viszont tudni kell minden kedves nézőnek, hogy ebben a csoportban minden csapat nagyon felkészült, és mindenki az első 3 helyen tanyázó csapatot szeretné legyőzni. Mindkét csapatot komoly szakmai háttérrel rendelkező stáb irányítja. Remek időben, szép számú közönség előtt játszhattak a csapatok. A mérkőzés előtt és után a 2 szurkolótábor közös megbeszélésen vett részt, és elemezhették az esélyeket és a látottakat. Most pedig nézzük a 2 csapat egymás elleni eredményét. 19-20-ban Bicske 10. volt 22 ponttal, a 3. kerület 2. helyen végzett 41 ponttal. Ősszel 3. kerület Bicske 3-2, akkor a gólokat Rajci, Radó, Sötét, Szalai és Sili Luka szerezték. A 89. percben alakult ki a végeredmény. Tavasszal Bicske 3. kerület 1-2. Pölöskei már a 9. percben megszerezte a vezető találatot csapatunk részére, majd jött Petneházi és Erdei Gábor, és ezzel a vendégek elvitték a 3 pontot. 20-21-ben Bicske 12. 50 ponttal, a 3. kerület 1. helyen végzett 88 ponttal. Ősszel Bicske 3. kerület 0-1, gólszerző Borvető Áron volt a 68. percben. Tavasszal 3. kerület Bicske 5-1. 2-0-ás félid után gólokat Balog, Tóth, Remili, Tamási és Rajci, valamint részünkről Kürti Zsolt szerezte. És akkor 21-22-ben a 3. kerület TVE MB2-be került, ahol 20. helyen végzett, és visszajöttek az MB3-ba. 22-23-ban 3. kerület 5. 68 ponttal, Bicske 7. 63 ponttal ősszel, 3. kerület Bicske 2-0, gólszerzők Schuster, Roland és Barci Dávid voltak. Tavasszal Bicske, 3. kerület 3-2, gólszerzők Soron, Gassner, Savanya, illetve Török és Barci. 23-24-ben, tehát ebben az évadban, a 3. kerület otthonában, 3. kerület Bicske 3-1, Behovics, Erdei, Barci voltak a hazaiak részéről gólszerzők, illetve csapatunk részéről Szalai, Dani. No kérem hát, a mai mérkőzéssel csapatunk valamelyest javított a hazai bérlegen, hiszen ez volt a 4. meccsünk idehaza, és eddig egyszer győztünk, és most lett egy döntetlen, és 2 vereség a mérleg. Idegenben viszont 4 meccsből 4-szer kaptunk ki. Összesen lejátszott 8 mérkőzés után 1 győzelem, 1 döntetlen, 6 vereségünk, vagyis 8-18-as a gólkülönbségünk. No kérem akkor, ezek után nézzük a 2 csapat összeállítását. A 3. Hajagos Tamás a kapuban, további játékosok Hegyi Péter, Erdei Gábor, Zámbó Márton, Pávölgyi Patrik, Vankó Imre, Szalka Dominik, Markus Patrik, Buda Péter, Barci Dávid, a csapatkapitány Kurcsá Dávid. Cserepadon foglalt helyet Simon Szabolcs, Pap Máté, Bartos Julián, Török László, Samu Bruno, Árva Bence, Takács Kevin és Kaproncai Gergely. Vezető edző Harmati Tamás, asszisztens edző Cvitkovics Péter, masszőr Bodó Balázs, technikavezető Pavlik József, kapusedző Horváth Tamás, erőléti edző Tóth
Zsolt csapatunk összeállítása, kapuban Illés Bence, további játékosok, Gasztner, Roland Szál, Péter, Varga, Szabolcs, Király, Patrik, Soron, Tibor, csapatkapitányunk Tajti Balázs, Varga Bence, Szalai Dániel, Bozsok Imre és Duló Martin kezdő 11-jel léptünk a pályára. Cserepadon foglalt helyet Radnóti Botond, Rigó Máté, Dankó Márton, Lakatos Gergő, Savanya Ferenc, Benka Áron, Boda Balázs, Hírman Kristóf, Tisler Patrik és Vic Kevin. Vezető edző Csordás Csaba, asszisztens edző Király Dávid, masször Dóra Tibor, technikai vezető Komjáti Péter, kapus edző Józsa Miklós, erőléti edző Borbély Erik. A mérkőzés játékvezetője Görög Mário, segítői Májer Gábor és Turi Miklós, játékvezető ellenőr Cserna László. Ezek után akkor nézzük a mérkőzés részleteit. Balról jobbra tiszta fehérben a Bicskelyek támadnak, tiszta kékben pedig a vendég, harmadik kerület. Amikor ők támadnak, próbálkoznak, jön Bozsok ki, és Hegyi csap össze a 16-oson belül. A játékvezető mutatja, hogy álljon meg a játék, mert bizony súlyosnak látszik a ütközet eredménye. Nézzük egy kicsit ezt lassításban még egyszer. Hát igen, Bozsoki próbált szerelni, Hegyi érkezett, nem kimért egyik játékos sem magát, de szerencsére nem sérült meg egyik játékos sem, itt pedig egy újabb belemenést, de végül is Tajti elől mentettek a vendégek. Ezúttal egy vendég próbálkozás, de ez a lövés jócskán elkerült a kapunkat. Ezúttal bal oldalon próbálkozunk. Varga Szabolcs térterelő átadása. Varga Bence cselezett jobbra, és lövését védte a kapus. Nézzük meg még egyszer, hogy volt. Átjutott az egyik védőn, és lövésre szánnyál magát 15 méterről. Megpróbálta bevenni a jobb alsó sarkot, de ott volt a vendége kapuvédője, itt is egy kis kapuralövés, de ez bizony gyengére sikerült, Hajagos Tamásnak ez nem okozott gondot. Ezúttal jobbról sarokrúgás csapatunk javára, de abból nem lett semmi. Itt pedig egy lövés a 18-as játékos részéről, Vankó Ibre volt az, aki eleresztette ezt a lövést, de lövése jócskán elkerült a kapunkat, kisebb sérülést láthattunk, de szerencsére nem komoly az eset. Varga Szabolcs indítja Szál Pétert, lehetett látni, hogy bizony nem volt lesen, ezúttal a játékvezető tévedett, de se baj, nem ezen múlott a mérkőzés, jön a szöglet, és végül is ez a fejes fölé szállt. Egy újabb beadás, 32 részéről, hoppá, ott az icen, és ott a nagy védés Illés Bence részéről. Mekkora védés volt, Barci Dávid, a vendégek kapitánya, aki már 35 éves, ennek ellenére nem ő a legidősebb játékos, hanem Kulcsár Dávid, aki 36 már itt a csapatban. Íme még egyszer a jelenet, Illés rátenyerelte Bozsokira, onnan odapattant Barcihoz, Barci lövését azonban bravúrra védte Illés Bence, jött a szöglet, de ebből a szögletből már nem lett semmi, illetve még ugyanez a támadás, kikerül a labda jobbra, a csatár betör, és a beadás pillanatába belépett a védőnk, de szerencsére nem sérült meg senki, itt pedig Tajti Balázs ütközött, és jegelni kellett a nyakát. A 41. percben egy bedobás csapatunk javára, de a védők, ha üggyel bajjal is, azért kirúgták a labdát. Ezúttal újabb próbálkozás Varga Bence részéről, két védő között próbál túljutni, szabálytalanság ellene jön a szabadrugás, ezt pedig Hajagos Tamás maga biztosan húzta le. Itt egy újabb próbálkozás részünkről, de Soron csak egy fejesig jutott el, és a kapus könnyű zsákmánya volt az a labda. Ezúttal a harmadik keret próbálkozik jobb oldalon, egyelőre jól passzolnak, 16-os sarkáról tették be a labdát, száll szeret, ett egy lövés, amely fölé szállít, nem is az a lényeg, hanem Markus Esésed, a játékvezető Görög Mário nagyon helyesen ítélt kifelé szabadrugást. Hát igen, itt egy esést honorál a játékvezető sárga lappal, mert bizony Markus Patrik elesett, megpróbált eljátszani a 11-est íme, de a játékvezető nagyon helyesen döntött. Száró kipattan a labda, Markus érkezik, és úgy csinál, mintha szabálytalankodtak volna vele szemben, de azért Hegyi Péter még egy jó keményet belerugott a labdába, hát ha beveszi Illés kapuját, itt pedig a felező vonaltól nem messzire szabálytalankodott Pálvölgyi Patrik játékosunkkal szemben, íme egy birkózó jelenet,
De hát ennek nincs semmi eredmény a játék vezetőnél, csak egy ennye-bennye, pedig abszolút nem a labdával foglalkozott az ellenfél játékos, a beívelt labdát ugyan még befejeltük középre, de a védők tudtak menteni. No kérem, hát ennyi volt az első játékrész, és akkor nézzük, mi történik, vagy mi történt itt a második félidőben a Bicske 3. kerület tévéje NB3-as bajnoki mérkőzésen. Ott a lehetőség, csak oda kellene menni, fiúk, valakinek. Gaster tette be a labdát, de soron nem ért oda, mert jól fedezték a védők. Ezúttal a vendégek próbálkoznak, de védőink jól zártak össze. Itt még a C-szektor nézőközönsége, a Tigersek vezérletével megállás nélkül szurkoltak ezen a találkozón is, csak úgy, mint minden mérkőzésünkön. Hóha, itt Szál Peti nagyon belenézett ebbe a beadásba, eltalált az arcát a labda, de szerencsére nem lett neki semmi baj, szöglet tehát a vendégcsapat javára, jön a szöglet, kifejeljük, ezeket a magas labdákat könnyedén fejelik ki védőink. És itt van a polgármesterünk és alpolgármesterünk is ezen a mérkőzésen, csak úgy, mint minden találkozón figyelik ezeket a bajnoki mérkőzéseket. Hát van is mit nézni, mert bizony izgalmas jelenetek szoktak lenni ezeken a bajnoki mérkőzéseken, és azt kell mondanom, ha már itt a színvonalat megemlítettem, hogy valamennyi bajnoki találkozón rendkívül fegyelmezett játék, magas színvonal, nagy küzdelem jellemzi ezeket a mérkőzéseket itt az NB3-as találkozókon. És akkor jönnek a cserék, előbb a Bicskeknél, Varga helyére Dankó, Tajti helyére Lakatos és Varga Bence helyére Savanya, közben az 57. percben Zambó helyére Árva Bence állt be a vendégeknél. És akkor itt egy újabb ütközet, de ebből se lett semmi komolyabb sérülés. Itt pedig egy újabb vendégtámadás, be tudják adni a labdát, de jön kapujából Illés Bence, aki kiökrözte a labdát. Ilyen még egyszer az előző jelenet, Buda Péter megy el, Bosoki mellett még be tudja játszani a labdát, és hát bizony a 23-asról nemrég báló Árva Bence fejéről öklözte ki a labdát Illés, ez a lövés pedig Vankó Imre részéről a blokkban elakadt, egy újabb beadás után kihoztuk a labdát. Ezúttal próbálkozunk, soron még befuthatja a labdát, alapon előtt megszerzi, visszafele cselezt, újt a védő, ballábokszú mellett lövi el a labdát. Azt akartam mondani, egy kilövő hosszú sarkot. Ez is mekkora lehetőség volt Tibi részé, de Tibi nagyon akar gólt tudni, és bizony most centiken múlott, hogy nem jött be neki. Egy szép lövés, ott van, hát bizony, így lassítva már kiderült, egy kicsit több volt, mint pár centi. És akkor szép számmal láthatjuk a vendég szurkolókat is, hiszen a kerülettől nagyon sokan eljöttek, hogy megnézzék a negyedik helyen álló 3. kerület tévé csapatának a vendégjátékát itt Bicskét. És akkor nézzük a sarokrugást, amely Csóron végzett el, ő kapja vissza a labdát, de a beívelt labdája túljutott valamennyi védőn, és jönnek a vendégeknél is a cserék, ez már 72. perc eseménye, de közben egy óriási szerelést láthatunk Kulcsár részéről. Vankó helyére Török László állt be, és Szalka Dominik helyére Kaproncei Gergely, és akkor itt pedig csak biztosítani kell Királynak a labdát. Ez pedig már a 79. perc eseménye, amikor Király helyére Benke Áron állt be, és akkor nézzük tovább a játékot, próbálkoznak a vendégek, egy erőszakos labdaszerzés, és még be tudják adni a labdát, amely az oldal hálóba kötött ki. Íme még egyszer a jelenet, nagy csatát vív Szalaival a vendég játékos, végül is kapura tudta lőni, de labdája az oldal hálóban kötött ki. Soron cselezget, három védő között megpróbál elmenni, be tudja még csavarni a labdát, Gaster szerzi, meg Gaster visszateszi Benkének, ő beközépre Savanyának, Savanya lövése pedig elakadt az egyik védőben. Micsoda játék volt ez, kérem, és nem lett belőle gól. És még nincs vége ennek a támadásnak, Szálljével élve a labdát át, a hosszúra próbálta tenni, de még begyűjtjük oldalvonal előtt, nálunk marad a labda, és egy jó indítás, ott van még mindig a lehetőség Benke előtt, de jött kapujából Hajagos Tamás, és húzta a labdát. Nézzük meg még egyszer, itt Gaster szerzi meg a labdát az elalvó védő mellett,
visszateszi Benkének, ő bejátsz a középre, és Savanya egy kezelés után, mint egy 12 méterről lő, de ketten is belevetődnek lövésébe, és akkor itt jön Hirman is, játékra jelentkezett a 82. percben, Gassner Roland helyett állt be, itt pedig a 11-esen játszó Bartos Julián állt be, 83. percben Buda Péter helyére. És akkor itt egy szabálytalan labdaszerzés Hegyi Péter részéről, de a partjelző lengetett. Itt egy újabb labdaszerzés, Benke vívott nagy csatát a vendégjátékossal, de a játékvezető, hát mi szemszögünkből nézve, fordítottan ítélt. Tehát a vendégek javára ítélt szabad rugást. Ezúttal újabb lehetőség a vendégek előtt, de Szálpeti kihozza a labdát, és csúnya belemenés, kérem. A 88. percben a frissen beállt 23-assal játszó Árva Bence nagyon csúnyán elgázolta a Szál Pétert, és ezért sem járt sárga, csak egy figyelmeztetés, és ezúttal jöhetünk jobb oldal, Csavanya megpróbálja bevenni hajagos kapuját, de lövése kicsit gyenge, hát bizony, ha megemeli és magasan célozza a hosszú sarkot, akkor lehetett volna valami. Utolsó percekben járunk, megpróbálunk mindent, a vendégek is egy lövés, blokkolják védőink. Kirúgtuk Szálpeti jóvoltából, ott marad még náluk, átkerül a labda ide jobbra, kikerült teljesen Barcihoz, Barci beadja, de kipattan a védőkről, majd újból Barci adhatja be, és húha, ott bizony Dulló Martin lábáról csurog ki a labda, íme átszáll védőinken, de Dulló Martin biztosít, hiszen Bartos Julián ott volt, és várta, hogy megszerezze a vezető találatot, jött a szöglet balról a vendégek részéről, hoppá! Na kérem, hát ezért már igen jár a sárgalapos figyelmeztetés a vendégjátékosnak, mert akadályozta kapusunkat a labda kihozatalban, 90. percben Erdély Gábor sárgult be, 46. percben Markus Pati kapott sárgát, részünkről pedig az 56. percben Szál Péter sárgult be. Itt az utolsó pillanatokban is heten támadunk, de a félpályáról beívelt labdát hajogos maga biztosan húzott le. No kérem, hát ezzel vége a mérkőzésnek. Két jól felkészült csapat végig kielezett nagy csatát vívott egymással jobbára, a két 16-os között folyt a játék. Igazán nagy helyzetet egyik csapat sem tudott kialakítani, főleg az úgynevezett rögzített helyzetek után voltak gólveszés lehetőségek. Mindkét csapat mindent megtett a győzelem érdekében, ezért válhatott izgalmassá a mérkőzés. Csapatunk már az első félidőben eldönthette volna a mérkőzést, amennyiben játékosaink jobban koncentrálnak az adott pillanatban. Minden működött csapatunk játékában, csak az a bizonyos pont hiányzott, amit az I betűre fel kell tenni. A játékkép alapján az eredmény igazság mondható. Javításra ezen a hétvégén, szintén hazai pályán március 24-én, vasárnap 14 órai kezdettel a Dorog ellen lesz. Még egy közlemény, a BTC 2 vegyes csapata pedig szombaton március 23-án 15 órai kezdettel a Mányi sporttelepen fogadja a mögöttünk, azaz a 11. helyen álló Mezőfalva csapatát. Jó mérkőzésre van kilátás, hiszen csapatunk a tavaszi 4 fordulóban 3 győzelem és 1 döntetlennel rendelkezik. Ősszel Mezőfalván 3-2-re kikaptunk ugyan, így hát van miért visszavágni. A rendezők mindenkit szeretettel várnak a mérkőzésünkre. És akkor ezek után nézzük az MB3 Északnyugati csoport 20. fordulójának az eredményeit. Opusztigász Tatabánya, Puskás Akadémia FC 2-2-0, Kiprik Dávid és Letenyei Zalán góljaival. Csornai Ese, Balatonfüredi FC 1-0, Füzi Ákos volt a győztes gólszerzője. Veszprém, Budaörs, óriási meglepetés 1-3. Veszprémiek részéről Kószás Krisztián, a Budaörsek részéről Sajbán Miklós, Petneházi Márk és Gula Boldizsá volt eredményes. Kelen SC, ZTFC 2-1-1. Hazak részéről Remeli Mohamed egyenlített a 53. percben, az ZTR részéről pedig 23. percben Boros Zsombor szerezte meg a vezető találatot. Sopron, Eto Akadémia 1-0 a győztes gól, a 43. percben esett, Szabó Tamás révén, Tamásnak ez volt a 11. gólja. Komárom VSE, Szombathelyi MÁV haladás 3-1. A vendégek szereztek vezetést a 35. percben Pap Márton révén, majd jöttek a hazai gólok, Nagy Zsombor, Nagy Zalán kétszer is a 77 és a 81. percben betalált és ezzel beállította a végeredményt, Nagy Zalának ez volt a heték találata. Dorog, Gyirmót 0-0, Bicske, 33-0.
0-0. És aki gyorsan még a tabelláról a nyilatkozatok előtt, első Tatabánya 45 ponttal, másik Veszprém 43 ponttal, harmadik Bicske 40 ponttal, és akkor ezek után jöjjenek a nyilatkozatok. Szabi, boldog születésnapot kívánok én is, csak úgy, mint a szurkolók. Hogyan értéked a meccset? Igazából azt gondolom, hogy egy erős ellenféllel találkoztunk, ők is harcban vannak a dobogóért. Én azt gondolom, hogy az első fél időben jobban játszottunk, talán jobban is ment a játék, többet birtokoltuk a labdát, a második fél időben pedig inkább a küzdés dominált. Én azt gondolom, hogy ez egy egygólos meccs volt, de az egy gól az nem jött. Szabi, nagyon dolgoztál, hogy bírtad erővel? Igazából ugye sokat hagytam ki, sérülés miatt próbálok felzárkózni. Én most örülök, hogy megkaptam a mestertől a bizalmat, és megpróbálok tovább keményen dolgozni, még több lehetőséget kaptam. Úgy legyen. Köszönöm szépen. De gratulálok a pontszerzéshez. Nem tudom, hogy erre számítottál-e vagy sem. Hogyan tudnád értékelni ezt a találkozót? Köszönjük szépen a gratulációt, és egyúttal én szeretnék gratulálni a Bicskének a pontszerzéshez. Hát egész héten készültünk arra, hogy egy fizikálisan nagyon erős szervezett csapat ellen fogunk játszani. Úgyhogy szerettünk volna versenyképesek lenni, ez sikerült is teljesen. Aztán utána itt a srácok óriási erőket dobtak be azért, hogy érvényesülni tudjanak mindkét oldalról, úgyhogy hát nem egy látványos, de azt gondolom egy izgalmas, végig izgalmas, kiélezett mérkőzés volt. Ez olyan tényleg tipikus egygólos meccs volt, aki rúg egy gólt, az nyert. Te hogy látod ezt? Igen, tipikus egygólos mérkőzés volt, csak nem jött az egygól sehol, úgyhogy így a döntetlen maradt. Aminek igazán szerintem egyik csapat sem örül. Hát nem. De mindegyik, mindkét csapatnak azért van pozitív, amit haza tud vinni. Tamás, elég rosszul kezdtétek ezt a tavaszi szezont, hiszen Gyirmóton kikaptatok, Komárom ellen 0-0, most megint 0-0. Mennyire vagy te elégedett ezzel a kezdéssel? Hát jobb kezdésben reménykedtünk. Az első fordulóban, a tavaszi első fordulóban, ott két nagy egyéni hiba azért befolyásolta elég rendesen a mérkőzést. A Komárom ellen mindent megtettünk, jól játszottunk, nagy helyzeteink voltak, nem jött össze a gólszerzés, de a csapat arca, a játéka azért az megvolt, és azt gondolom, hogy itt Bicskén azért elvinni egy pontot, úgyhogy nem kaptál gólt, az nem olyan rossz. Hát igen, megint jól játszottatok egyébként. Ez a három mérkőzés után változott a célkitűzésetek? Nekünk nem változott a bajnokság kezdet óta a cél. Mi a célotok? Nekünk az a célunk, hogy folyamatosan tudjunk fejlődni, fiatal játékosoknak tudjunk adni lehetőséget. Ma is két játékos folyamatosan a pályán volt, és hétről hétre egyre jobb teljesítmény nyújtanak. Sőt, van olyan játékos, aki már a mérkőzésekhez is hozzá tud tenni. Tehát, ha jól értem, nem cél a visszajutás az NB2-be? Nekünk a célunk a fejlődés, és amikor ez elér arra a szintre, hogy hatékonysággal is párosul, akkor majd tudunk beszélni. Jó, értem, Tamás. Hát további sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az interjút. Köszönöm viszont. Gratulálok az egy ponthoz. Hogyan tudnád értékelni ezt a találkozót? Én úgy gondolom, hogy mai meccsen ez az igazságos, döntetlen sztori volt. Sajnálom azt, hogy az első fél időben, ami lehetőségeink voltak, azokban nem tudtunk kialakítani nagyobb. Ez ígyszerig nem tudtunk eljutni, úgyhogy röviden le tudom zárni ezt a meccset, hogy mindenképpen ez egy 0-0-ás mérkőzés volt. De azért voltak lehetőségeink bőven a gólszerzésre, csak azokat nem tudtuk kihasználni. Hát így van, mivel nem jutottunk el odáig, hogy azt tudjam mondani, hogy 100%-os az ígyszer, azért a lehetőségekre nem nagyon szoktam alapozni. Nyilván pozitív dolog, hogy ilyen sokat ki tudtunk alakítani, de az, hogy nem tudtuk föltenni a pontot az íre, az mindenképpen a mai teljesítményünket megbélyegezte. Úgyhogy dolgozunk tovább. Sérültjeinkkel mi a helyzet, hiszen Tisztel sem játszott, meg azért vannak egy pár. Tudott volna ma játszani, de én nem szerettem volna, hogy kockáztassunk, hogy kisebb húzódása van? Kisebb fáradtság van a combjában, nyilván tudjuk, hogy milyen sorozatban vagyunk. Uh-huh. Én maximálisan bíztam a Varga Szabiba, aki mai mérkőzésen pótolta, úgyhogy nem éreztem azt, hogy kockáztattunk el. Hát igen, nem is játszottunk rosszul egyébként, csak pont az a pont hiányzott, amire feltettük volna a koronát, ugye? De így van, azért mondom, hogy a lehetőségünk megvoltak, rengetegszer voltunk beadó pozícióban, utolsó passz lehetőségében ezek hiányoztak, még a végén is ugye a Fecókának gratulálok, hogy megint jól szállt be, ott volt a lehetőség, csak sajnos már a lövése nem volt meg igazán az átütő erő, de mondom, ez a mai meccsben ennyi volt, ez 0-0, azért is sajnálom, mert ugye többi eredményt tudjuk, a Veszprém kivapott, a Tatabánya nyert, dolgozunk tovább. Csaba, tegnap a Bicskei Tornaklub Lajtaház Kultúrás Központ átadásán voltunk. Mi a véleményed erről?
Azt gondolom, hogy ez egy nagyon csodálatos dolog, egy példaértékű, példamutató dolog, hogy mire képes a Bicske, és én azt gondolom, hogy nekem annyi feladatom van egyben, hogy büszke vagyok arra, hogy itt dolgozhatom, és ilyen körülmények között lehet megvalósítani az álmainkat. Jövő héten újra itthon Dorog ellen, mi várható? Itt? Természetesen azt szeretnénk, hogy itthon tartsuk a három pontot, és akkor versenyben tudunk maradni a dobogaira. Így van, ez legyen így. Köszönöm szépen az interjút. Köszönjük. Sok sikert nekünk. Köszönjük. Köszi.